Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő, vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, ezen a mai délutánon talán fogalmazhatnék úgy, hogy elzarándokoltunk ide a természet ölelésében található vadászházhoz, mégpedig azért, hogy emlékezzünk és átadjunk egy emlékoszlopot vagy egy emlékhelyet. És ilyenkor általában nem a gyász keserűsége jut az eszünkbe, hanem a kollégáinknak, a vadásztársainknak, az itteni mezőkön velünk együtt járó barátoknak, a halottainknak egy-egy mosolya, egy-egy elevenen maradt cselekedete, talán egy-egy mondata vagy bölcs gondolata, ami csak őrejájuk volt jellemző, és amelyek szükségesek is ahhoz, hogy a barátainknak, a vadásztársainknak, a kollégáinknak, egy szóval a szeretteinknek az emléke megmaradjon. Testvéreim, az élők és a holtak virágát a feltámadt Krisztus köti össze. Az ő világossága utat mutat nekünk a földi élet zarándok útját járó híveknek, az ég felé, elhunyt testvéreink számára pedig fényeskedik, mint örök világosság. Ezért a halottakra való emlékezésünk nem csak gyász és szomorkodás, hanem átcsillan rajta az örök élet hite és a feltámadás reménye. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, imádkozzuk és valljuk az apostolok hitével. Ebben a hitben és reményben emlékezzünk most az örök hazába elköltözött vadásztestvéreinkre.